Következő jelenés. Karnyóni házának küszöbén Lipitlotty magában beszél. Szerencse fia vagyok. Aholni, míg szegény-legény karakterrel kellett parádéznom, az a vén bolond Karnyóni a bőségig tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a nyomorult vén banya, hogy én őtet szeretem. Egy ilyen legény, aki az ifjakba is válogathat. Én? Egy olyan világ rútát, az a vén bolond Karnyóni. Csak gondolja el az ember, hisz egyidős a postaúttal. Melegsége is csak annyi van, mint a nyári kályhának. Ó, édes számjaim, 25 000 forintot érő, kedves számjaim! Ti szabadítottatok meg engemet attól az alacsonyságtól, hogy én a vén Karnyóninak pénzéért hízelkedjem? Áldott lottéria, áldott volt, aki fel is találta. Nyugodjon békével még a haló földjében is. Ó, édes számjaim, kedves számjaim, most mindjárt postára ülök, megyek Budára. De hová megyek? És miért, ó, áldott szerencse, azért a szép 25 000 forintért? De hát, az a szép, az az édes, kedves Karnyóni. Ott is a guta, most már tyúkpásztoromnak se venném be. Még előre nevetem majd, hogy perel magában a véntátos. De kukkanni sem mér a 25 000 forintos Lipitlotty úr előtt. Lipitlotty itten belép a házba. Jó napot, Lázár! Isten hozta az urat. Tessék leülni, tessék. Most éppen szép újságot hallottam. Mit, Lázár? Gibraltár fővezér, champion várat a Strommal megvette, és hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az angolosokat. Az elég örvendetes újság, hanem itthon van é az asszony. Ja, szolgálatjára az úrnak. Még most ebéden is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzete. A szokott nyavajája jött rá. Micsoda szokott nyavajája? Avval nem szolgálhatok. Azt tartom aranyér. Bizony, nagyon sajnálom. Hanem Samuka, ezt a levelet vidd el Boriskának. Hanem meg nem utasd asszony anyádnak pedig azt mondd meg, hogy én egy kevéssé Budára felfordulok, s mihelyt onnét megjövök, csak úgy mond, mindjárt gyűrűt váltok véle. Értem, az úr mindjárt gyűrűt ad azért a levélért. Nem, szegény Samuka. A levelet vidd a Boriskának, én meg asszony anyádnak gyűrűt hozom. Értem, de hát nékem mit hoz az úr? Csak eredj sietve, mert én nem késhetem, néked fapénzt hozok. Jó lesz, biza, köszönöm az úrnak, most mindjárt visszajövök érte. Siess hamar. S akarom mondani, hogy az angolusokat igen megvertük, 600 fregatta elesett, másik 600 fogalja esett. Minden orán várjuk ide őket, ide, kanyuzsára. Remélem, az úr többet hallhatott felőle. Lázár Deák, én nékem most el kell sietnem, az asszonyságot tisztelje nevemmel. Most annyi idő sincs, hogy elbúcsúzzam tőle. Ha a Budáról visszajövök, fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, amelyet még nem látott, nem is hallott. Magam is kikérem, kedves úr, hogyha valami újságot méltóztatik hallani, legyen szerencse magamnak is. Ott inkább van szerencse az embernek, az effilikhez, in spicie, hogy ben van még Egyiptomba generál telegráfus. Karnyóni nagy indulattal bérontván félbeszakadja. Ezt érdemlettem én az úrtól! Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet! El kellé hinnem, hogy az úr család álnok és hitetlen lelkű. Mit? Azt, hogy az úr színnel, mézzel, angyal, valósággal pedig egy megtestesült kan ördög. Azt érdemlettem én az úrtól. Ezt? Az úr... Majd mit is mondok? Mi háborította úgy meg az asszonyt? Nem illik az olyan egy személyhez? Az asszony akar engem vádolni, és ezáltal érdemtelenné teszi magát arra, hogy én szerettem?
szerettem. Mégpedig olyan igen szerettem, mint most. Mit keres hát ez a levél? Kebeléből vesz ki egy levelet, melyet Lipitlotty Boriskának írt. Lipitlotty megretten. Levél. Az a levél, hogy mit keres? Már hogy ez a levél mit keres? Hisz a levél az csak levél. De még el is felejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, és már csak nem szintén... Eldöbb vigyá a szem franciáit! Lipitlotty, így kellett engemet a magam szolgálói előtt gyalázni? Szolgáló előtt! Az úr embertelen ember, érti? Mert ha most valamit nem néznék, fizesse le az ura kontóját, fizesse! Most mindjárt egyszerűen ebbe a nyomba! Huncvucság, nem emberség! Fizesse le az úr, mert ha nem, majd tudom én mit csinálok, disznóság! Az úr egy cudar ember volt, én tenyeremen hordoztam, s most mutatja meg a foga fehérit. Micsoda levél ez? Az úr nem szól? Szólok hát én. Fizesse le az ura kontót, térjen vissza a maga cudarságába, és ne merjen olyan vakverő lenni, hogy megcsupolt nevemről emlékezzen. Lázár, hol a kontó? Itt van, nájd mind a 8 kurrens, jobb is bizony fizetni. Hisz a kontó, csak hadd maradjon, nálam mindig megtalálni, amivel tartozom, hiszen csak nem szököm el. De hogy is szökném el egy olyan kedves személytől, amilyenért az asszonyságba élni, halni szerencsém van. Előttem az olyan csapodárszok, még elárulják az embert. Csak a kontót fizesse ki, Lipitlotty, és azután se éljen, se halljon érettem. Én az urat mindig szerettem, még most is. Jobb szeretem mindennél. De hogy az én szeretetemnek hasznát vegye, már arra magát érdemtelenné tette. Kedves asszony, az asszonynak a szobaleánya nagyon hűségtelen. Tudja az asszony, hogy azzal a mézes mázos tiptoppal nagyon összveszűrték a levet? Ha nem tudja, tudja meg most. Észrevettem, hogy a leány kész akármely legényért az asszonyt elárulni, s hogy ezt saját próbám által tudjam. Azért küldöttem hozzá azt a levelet. Légyen az asszony nyugodtan, és higgye el, hogy az asszonyt Lipitlottynál senki jobban nem szereti, és hogy az ő ígéretei szentek az asszony eránt. Mégis az asszony a kontóról beszél. Ez az anyja kontója. Hát a mi szeretetünk tiszta napfényét kontófellegek is kötösítheti. Én, ha az asszonynak volnék, most elszégyelném magamat. Édes angyalom! Megengedj gondatlan bosszúságomnak, megbántottalak goromba gyanúmmal, egy huncfut leány, a méreg is far bennem. De hiszen, ha nem szerettelek volna, nem is aggódtam volna éretted. A szerelem aksággal jár, megengedj, szeretlek, igen, szeretlek. Néked többé nincs is kontód, nincs nálam egyéb kontód a szerelem édes kontóján kívül. Karnyóni a kontót összveszakadja. De mit is csinál az asszony, ebb a lelki? Kifizeti majd még? Magunk is adósuk vagyunk a portikáért, a bícsbe. Hallgasson, Lázár, az úrnak többé nincs kontója. És többé tehát nekem nincs kontóm. Köszönöm az asszonynak egy szót, hát annyi, mint 100. Én felmegyek Budára, és az asszony engemet sohasem lát. Isten, őrizzen! Én sohasem látnám az urat. Ujjaj, mit gondol? Igenis, én azt gondolom, hogy én az asszony kontójára semmi számot nem tartok már. Az asszony se tartson számot az én szívem kontójára. És én szegény özvegy? Szegény özvegy. Özvegy marad, mint eddig volt. Gondolkodjon a koporsóról, és menjen idvezült férje után az örökké valóságba. Mi ifjak még egy kevéssé itt akarunk mulatni a síralom völgyébe. Igen érzékenyen tréfál az úr. Ebben a matériában nem igen örömest hallgatom a tréfát. Ne sajja meg magát az asszonyságod. Én nem tréfálok. Értse meg a tréfát. Én 25 000 forintnak a lottírja által urává lettem. Az asszonyságot pedig egy közkalmárné. Én egy fiatal gavallér vagyok, asszonyságot pedig egy olyan
60 esztendős ütött kapott, hasat hegedű, melyet a sátán se tudna már kanafóriázni. Még azon feljél csúfa Lacz is? Ó, én édes szegény férjem, ha te most élni, az Isten nyugodtsa meg. Boldog eget, miket is kell szenvedni az embernek, és kitől és mikor? Te koldus kutya, ki az én korpámon tanultál megugatni, te hegyke kakas, ki az én szemetemen tarjasodtál meg. Kukarékú! Te hitetlen, te kényes disznó, te világsepredékje, te cigányúj! Lázár Dejak, adja azt a vasrőföt, hadd verjem ki még a fogát is a kurva kergetőnek. Akasztófára való, ki a bótomból? Vasrőfel taszítja kifelé Lipitlottyot. Jaj, kérem az asszony, moderálja magát. Én megmondom egy szóval, hogy az asszonynak valamit eddig nem volt esze, úgy ezután sem lesz. Nem várom vissza a komplimentet. Adjö! Jaj, te ördögedénye! Jaj a fejem! Jaj, vékonyom! Jaj, férjem! Az Isten nyugodtan meg! Te akasztófára valak! Lám, megmondtam, na most kontó, jaj a fejem, jaj a vállam a kontó, se megisség, se pénz, se legény, se kontó. Lássad most az asszony? Én is elmegyek a boltjából. Jaj, átkozottak bizony, mind elhagynak, bizony kétségbe kell esnem. Én nem tudom, mit néznek bennem, hogy olyan vénnek tartanak. Hisz az Isten megállt sokakat tartós ifjúsággal, de a világ tele van balítélettel. Ó, de elhatatlan hitszegő, engemet elhagytál, engemet megcsufoltál, az ég büntessen meg tégedet, és kellete korán vágjon ki az élők sorából. Jaj, nem mit mondok, hitetlen. Éve, mert én tégedet most is szeretlek. Én inkább meghalok, veszek el, ha meg nem halok. Ó, uram, hozz el az én órámat. Ennyire meg vagyok csuforva, és mégis... Samu hirtelen odaugorván félbeszakasztja. Asszonyanyám, lovazzunk, lovazzunk, na, asszonyanyám! Elitte kis bohócska, hogy lovaznék én. Ennyi, azt se tudna, asszonyanyám, csak vegye a lába közé azt a vasrőföt, aztán csak így, mi? Édes fiam, csak te ne volnál, majd lovaznék én messze, messze, a más világra. Elmegy, asszonyanyám, az óperenciás tengeri. Jaj, vigyen el engem is, majd úgy meglovazzuk a tengert, hogy még. Gyerek, gyerek, jobb volna bizony, az árvák atyához felfohászkodnál. Én úgyis meghalok. Jaj, édes asszonyanyám, ne halljon meg, ha meghal, bizony maga is megbánja. Az igaz, fiam, megbánom, de hogy élek, még jobban bánom. Én is sírok, édes asszonyanyám, én is síratom az én szegény, pegyhült férjemet. Ó, édes szegény, pegyhült férjem. Ó, te kis bohócska, ó, édes születtem magzatom. Menj a patikába, mintha rosszul érezném magamat, mint hogy rosszul is érzem. Hozzál egy kis álkörmös, aztán még egy kis deszed. Csak ezt a papírost mutasd. Csak Gottliebtől, a legénytől kéri. Ha pedig a gazda betalál menni és kérdezni találja, minek csak azt mond, fiam, hogy az egereket veszeljük el vele, érted? Értem, értem. Mit mondasz hát? Azt, hogy adjon Isten jó napot a patikás uramnak, asszonyanyám Kotlik, az egerek pedig rosszul vagynak. Ha gazda B nem talál jönni, el akarjuk veszteni, adjon nékem az államra körmöst, aztán ezt a papírost mutassa meg. Jaj, bolond csinálta kis faty. Nem merem másra bízni. Ne, csak vidd el ezt a papírost. Semmit se szólj, amit adnak, hozd el. Adjú át, asszonyanyám, egy krajcát, hagyd vegyek egy kis sifrit ott a patikásnál. Na, azt is megadom, csak siess. Egek, jaj, sose hittem, hogy az ember ráuhasson az életére. Most érzem, hogy terhemre van az élet. Tizedik jelenés. Itt utca adatik elő. Hová, Samu?
A patikáshoz asszonyanyám rosszul érzi magát, mert az egerek körmöstül elvesztek, azt nézem meg, otthon van-e a gazda, vagy pedig csak gotlik, papírosküd néki asszonyanyám. Hadd lássam azt a papírt. De otthon van-e hát a gazda, mert ha otthon nincs, azt mondta asszonyanyám, hogy ne is mutassam. No csak adsza. Margyő! Ach, mit látok? Csupa arzeniku megérkő. Ez nem jónak a jele. No csak eredj, Samu. Adjon hát az úr egy krajcát medvecukorra, megyek. Már gyanítom, mibe van az egész dolog. Bizonyosan úgy kell lenni, Lipitlogy meglátta a kitett számokat, és hitte, hogy valósággal azok jöttek ki a lotériák. Igaz, hogy mondotta is az expeditor, hogy jó szómért és pénzemért éppen azokat teszi ki a táblára, és azután, mintha csak tévedésből esett volna, úgy rakja ki ismét a valósággal kijött számokat. Lipitlogy bolondá lett, eddig Veszprém felé jár valahol, és amint őt esmérem, csúful vált meg a Kalmárnétul. Hűha, most nékem vigyáznom kell, ha az asszony magát megölné, oda lenne minden plánumom. Tip-topnak ezen szavaira kezdi Boris a dalját magában dúdolni. Otthoné az asszony, Boriska? A bódban van! Te veled akarok szólani! Tessék feljönni! Csak magam vagyok! Sok ezer jókkal, mind meg annyi kár bunkulusokkal körül koszorúzott. Jó napot kívánok, úri kegyes gráciájának! Nincsené valami nyavajája az úrnak? Vagy nem akaré eret vágatni, vagy mostanában köpőit hányatni úri tagjaira, vagy magát repanáltatni, vagy akármiét aranyjá változtatni, ispecie, azt a botját. Vagy nem akarja jövendő sorsát hallani. Mikor házasodik meg, lesz-e szép felesége? Hány fia lesz? Hány leánya? Melyik szabóval varrat legszebb nadrágot? Mak adudba nyere többet, vagy a tökbe? Elvész ez a szömölcs az orráról, vagy több is nő hozzá? Akar-e az úr fazekadrót osztatni, pipát kötnepni, rostát korrigáltatni? Vagy pedig, ami ehhez hasonló mesterség, névnapi köszöntőt, halotti búcsúztatót, paszitát, vagy lakodalombeli szalutációt, vagy más ehhez hasonló kupec poézist parancsolni, vagy na, kosárt köttetni. Ki tudna olyan sok közül választani? Csak egy szóval mondja meg, Kend. Micsoda ember, Kend? Mi a mestersége? Verset mondaston véle az úr! Oly des dominációm, nagy sok az én professzióm. Professzióm 6-7 féle, melyikkel szolgálhatok véle? Pénzért mindennek szolgálok, sok nagy csodát produkálok. Esmérnek kicsinyek vagyok, hallja meg az úr, ki vagyok. Dr. Borbély alkimista, kéznéző kiromantista, zsibvásáros és drótvonó poéta és kosárfaló. E már mindegyre megyen ki, hozzá jobban nem tud senki. Exkluzíve, inkluzíve, úr is vagyok, respektíve. Mit tetszik hát demandálni nálam, mindent feltalálni, és megmutatom, hogy balandok, akik engem. Majd mit mondok? Bizony sokféle tudomány. Hallja az úr, hallja az úr. No, ki az? Vettem én medvecukrot, meg siflit is. Ach, te vagy Samu, jössz te, Samu. Hát egyebet vettél-e? Vettem én asszonyanyámnak egy skatuját, meg egy üveget, mi? Hadlám, Samu, hadlám. De meg ne egyám az úr, mert azután hogy veszi bé, asszonyanyám? Elcserélem. Ne, Samu, vidd el asszonyanyádnak. Az arzénikumos katula helyett álomporos katulát a Csamu kezébe. Én majd a Lipitlogy szállására megyek. Megnézem, megtudakozom, micsoda móddal ment el kanizsárul.
Visszajön-e, vagy csak Budán fog élni abból a 25 ezer forintból? Szoba adatik elő, melybe Samu lép be. 11. jelenés. Samu, mit csinálsz? Siess! Nekem minden minuta egy esztendőt tesz most. No, asszonyanyám, van ám orvosság, csak egér legyen. Ugye egérre leszi meg, asszonyanyám. Nekem is adjon belőle. Sülve leszé, vagy főve. Atya, édes fiam, jaj, csak téged ne látnálok. Könnyebben venném be ezt a halálos port, édes fiam. Te már engem holnap nem látsz. Hát aztán holnap mit eszek én? Törös káposztát, fiam, azt is az anyád torába. Erre csak végy magadnak egy pár vajas kiflit. Fiam, fiam, Isten hozzád, te többi engemet nem látsz. Már ekkorra megcsinálta magának, amit méreg gyanánt akar bévenni, s most kezdi a dalját. A dugába dűlt remények, ó legények, ó Lipitlotty, szívem kínja, gonosz mindnyájatok sínja. Én meghalok hitetlenem, az én karnyom után mindjárt nem lesz most egy dáma. Sibit rabjaitok száma. Szavamra senki, no hát lelkem csak innen ki. Majd jó szívvel látnak mára. Pilátushoz vacsorára. Lidércek furia, republikánus francia. Megtestesült kan angyala. Fogjatok-e, mert meghalok. Felveszi a mérget, s megkevergetvén megissza. Ágyához megyen, s oda lefekvén meghal.